talán ez minden szerelmesnek nagyon fontos, az ünnep. Szerintem is. Miért? Sokan nem gondolják így, mert hogy azt mondják, hogy igazán... Tudom, egy amerikai ünnep, és átvett szokás, és én szerintem ezek csak kidumálások, ezek csak kifogások, hogy nem tudom mi, hogy musták venni ajándékot, vagy valami ilyesmi. Én szerintem, ha van egy olyan nap, bármennyi nap, hogy kimutassad a szerelmednek a szeretetet. Még jobban. Még jobban, az csak jó. Milyen ajándékra vágyik mondjuk egy nő, vagy te egy Valentin napra? Én mindenképpen rengeteg szerelemre, szeretetre, sok puszira, csókra, tényleg minden, ami erről szól. De akkor nem is kell mondjuk azt, hogy mondjuk tárgyi ajándék legyen, hanem elég nem. Az, hogy... Nem, van egy nagyon jó példa erre, hogy tényleg nem kell tárgyi, én kértem külön a Beától egy pont, amit tanít, egy hot girly dance-et otthon. Szóval ez szerintem az minden pocsinak az álma, ami nekem megvan otthon, hogy egy ilyen jó kis szexi táncot. Oké. Erre kell tenni a hangsúlyt, hogy minden nap Valentin nap kell legyen egy kapcsolatban szerintem. És nekünk ez a Valentin nap olyan lesz, mint egy bármilyen más nap. Tehát, hogy ajándék, hát mondjuk vagy ilyesmi... Egy különbség az, hogy ajándékot veszünk egymásnak. Tavaly például mit vettetek? Meg emlékeztek? Én már nem emlékszem, de szerintem... Ez nem magas sarkú volt? Vagy az... az nem is az. Nem tudom már. Már nem is emlékszem. Nem ez a legfontosabb dolog, hogy ajándékot vegyünk egymásnak, hanem hogy... Hogy ugyanúgy foglalkozunk egymással, mint minden nap. Hülyeségnek tartom, amikor valaki azt mondja, hogy ez egy üzleti húzás. Én inkább azt mondom, hogy legalább egy intő és figyelmeztető jel az embereknek arra, hogy ne feledkezzenek el egymásról. Ez nem üzleti húzás. Ez az, hogy kop-kop, vedd már észre, hogy ott van melletted valaki, akiről lehet, hogy a nagy rohanásban, a hétköznap mindennapi őletében elfeledkezel, akkor legalább ezen az egy napon könyörgöm, figyelj oda rá. Hát én ilyen napokból gyártanék milliót, nem? Hát a karácsonynál is nem csak karácsonykor kéne ajándékozni, vagy a szeretteidre gondolni, hanem az év minden egyes napján. Ez a Valentin nap szerintem egy igazi élő példája annak, hogy kivált a férfiakból is, vagy kivált a nőkből is valami olyan pici kis töbletet, ami miatt egyébként meg tudják menteni a kapcsolatokat. Mondjuk ez nem vonatkozik abnormálisan egyébként. Az őrök, mindig ide teszel a szám, de ne tenni, de oda nézzétek. Mindig kapsz egy puszit. Minden mondat után kap egy puszit. Jó, akkor sokat fog beszélni. Igen. Pont.